Karácsony közeletével összejövetelt tartottak a kispesti nyugdíjas pedagógusok. A kaszinóban rendezett ünnepségen prózával és zenével köszöntötték a nyugdíjas pedagógusok egyesületének tagjait. Az egyesület minden hónapban szervezett valamilyen programot az évszakoknak megfelelően. Februárban elkezdjük a farsangi ünnepséggel, majd következik a nőnap, ezt követi a költészet napja, majd a pedagógus nap, de közben még van anyák napja, és megünnepeljük a kerek születésnaposokat is, akik 65, 70, 75 és így tovább. Szerencsénk van, mert olyan idős emberek is vannak az egyesületben, akik a 90. évüket is betöltötték, és nekik is tudtunk már gratulálni. És így most a következő ünnepségünk, ez a karácsonyi összejövetel, ez mindig rendkívül jelentőséggel bír, mert sok olyan kollégánk van, aki egyedül él, és ez az egyetlen igazi karácsony megünneplése, amit itt tudunk nyújtani. Ezért aztán kértük a segítségét az önkormányzatnak, és az önkormányzat vendégül lát bennünket, tehát így tudtuk igazából ünnepélyessé, és tényleg karácsonyhoz méltóvá tenni ezt az utolsó összejövetelünket ebben az évben. Az eseményen Vincek György alpolgármester köszöntötte a nyugdíjasokat. A Covid után volt egy olyan robbanás tulajdonképpen, hogy jóval nagyobb igény volt, mutatkozott, hogy a közösségek működjenek, és nagyon sok programot szerveztek, tehát ebben az évben rekordszámú volt a program, főleg a nyugdíjas szervezetekben. Hát 4 ilyen nagy nyugdíjas szervezetünk van, ez 5-600 főnél többet tömörít, tehát egy jelentős létszámú populáció ez, és örültünk, és azt reméljük egyébként, hogy ez a lelkesedés, a kultúra, a szórakozás, a kézimunka, a sport, a kirándulások szervezése, kisebb közösségi csoportoknak a rendszeres találkozója, ez jövőre is elkísér. Az alpolgármester hozzátette, idén csak nem 80 millió forintra pályázhattak a civilek, reméli, hogy a következő évben is lesz ennyi forrás a szervezetek támogatására.